Tiszteletel köszöntöm a hit és életnek a nézőit. Istenek az áldását kívánom mindannyiukra. Legyenek egészségben, és továbbra is élvezék Istenek a kegyelmét az életükben. És azt kívánom, hogy Isten csodálatosan, túlcsordoló módon töltse be a fizikai, lelki, szellemi szükségeiket. Folytatni fogom a Bibliának a tanulmányozását természetesen csak vázlatosan tudjuk áttekinteni, azokat az alaptörténeteken, amely szövetségkötéssel áll összefüggésben, és a szövetségkötéshez kapcsolódnak a legalapvetőbb kinyilatkoztatások és kijelentések. Ismételten el szeretném mondani, hogy a Biblia ezerszeresen kapcsolódik a történelemhez, történelmi térhez, időhöz, nem lehet kicserélni a helyszínt, se a szereplőket sem, mert itt nem egy vallási fikcióról vagy eszméről van szó, hanem olyan eseményeket rögzít a Biblia, amely arról szólnak, hogy az ember Istennel találkozik, illetve Isten emberrel találkozik, megkeresi az embert, kiválaszza, és szövetséget, egyezményt kezdeményez vele. És az egyezménynek a részleteit mindig Isten dolgozza ki, az embernek ad lehetőséget, hogy hit által beilleszkedjen ebbe a szövetségi viszonyba, és a szövetségben pedig engedelmességgel tud megmaradni. Ha engedelmeskedik az ember, akkor élvezi Istenek a ígéretének a megvalósulását, és a fő ígéretet célja Istennek az élet, áldás. És ezt látjuk a Noéval kötött szövetségben is. A Noéval kötött szövetség után, például a 10. fejezetben a nemzetségtáblát találunk Jafet, illetve igen, Jafetnek, Sémnek, és Kámnak is a, a, a leszármazottait tart, a, a, sorolja föl a 10. fejezet. Nincs időnk ezt részletesen tanulmányozni, különösen izgalmas, hogy a mai nemzeteket hogy lehet ezzel a 70 atyával összefüggésbe hozni. Ugye a judaizmusban is ez a felfogás, hogy a mai emberiségnek az a körülbelül 70 ősatya van, vagy pontosan 70 ősatja van, és egyik nemzetet valamelyik ősatjához vissza lehet vezetni. Most természetesen ezzel részletesen nem foglalkozunk de viszont egy-kettő szereplőt a nemzetség táblázatból ki kell emelni, mert a következő éveket, a, a noi után kötött időszakot jelentős mértékben meghatározták. Illetve vannak olyan szereplők, akik a mai napig is, napig is meghatározzák a történelmet, csak gondoljunk Ábrahámra. Nos, először egy a tizedik, verszak, a tizedik fejezetben a nyolcas és a tizenegyedik verszakot szeretném kiemelni, mert ez rendkívül fontos a mai kultúránk eredetével kapcsolatosan, amit itt olvasunk. Kus nemzé Nimródot, és kezdett hatalmassá lenni a földön. És hatalmas vadász volt az úr előtt, ezért mondják hatalmas vadász az úr előtt, mint Nimrod. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Arek, Akkád, Kálné, a Siniár földjén. E földről ment aztán Asszíriába és építette Ninivét, Rekobot, Városát és Kalát. Részben pontosítani is kell a fordítás, de először beszéljünk, tehát Kusról, mert látjuk a hetedik verszakban, hogy Kusnak a fiait felsorolja a hetedik verszak. És nagyon érdekes, hogy a nyolcadik verszak külön veszi a fiai közül Nimrodot. Milyennek az oka? A Bibliában nem tudjuk erre a választ, de egy régi zsidó hagyomány szerint, hogy Kús időskorában nemzette Nimrodot, és ezért kedvenc fia volt Nimrod, és ezzel is összefüggésben áll Nimrodnak a hatalmas nagy tekintéje. Következő a nyolcadik verszakban. A Nimrod szó annyit jelent, hogy lázadás. Tehát itt jelenik meg először a lázadás kifejezés, a Nimroddal kapcsolatosan, Nimroddal áll összefüggésben. Maga Józefus Flavius is azt említi meg a könyvében Nimrodról, hogy ő volt az első ember a vizezőn után, aki a hatalmát arra használta föl, leuralta az embereket, és arra használta föl, hogy föllázítsa, illetve szembe állítsa az embereket az Istennel. Tehát amikor azt olvasok, hogy kezdett hatalmassá válni, vagy giborrá, ahogy mondja itt az eredeti kifejezés, giborrá, hősé válni a Földön, ez tehát nem azt jelenti, hogy az Isten tette őt giborrá, hanem nem tudjuk, hogy mitől lett ő gibor. Ugye gibor, azért kell felfigyelnünk, hogy használja negatív értelemben is, például a nefilimek esetében, hogy nefilimekről is azt mondja, hogy giborok voltak, hősök voltak. Tehát ez azt is jelenti, és nem lehet kizárni, sőt, bizonyos apokrif forrásokból, világosan meg lehet érteni, például a jubileumok könyve, Énok könyve, Jeser könyvére utalok elsősorban, hogy Nimrónak volt természetfölti ereje és hatalma, és ennek köszönhetően tudta a kortársainak a tekintélyét elérni, és a kortársai alárendelték magukat ennek és olvasunk, hogy hatalmas vadász volt az úr előtt, ez nem azt jelenti, hogy az úr előtt kedves vadász volt, hanem inkább azt sugalja itt az eredeti kifejezés, hogy az, az úrral elkezdett rivalizálni, és az úrral szemben épített ki magának egy nagy hatalmat, nagy tekintét az emberek fölött. Ne felejtsük el! hogy Isten azért teremtett bennünket, hogy ő uralkodjon rajtunk. Az ő uralma soha nem az elnyomásról szól, ahogy Jézus is mondja, nem azért jöttem, hogy uralkodjak, hanem azért, hogy szolgáljak. És ugye szembe állítja az ő hatalmát a, a nemzetek politikai vezetőivel, akik ugye a hatalmukat elnyomásra használják, plusz még kényszerítik az alattvalóikat arra, hogy, hogy jótevőknek mondják az elnyomóikat. Jézus pedig hangsúlyozza, hogy ő nem ezért jött, és kategorikusan elhatárolódott ettől a hatalom gyakorlástól. Tehát a, ennek a pogány hatalom gyakorlásnak az első képviselője Noé után Nimrod volt, tehát ezért a Nimrodnak a neve az fogalom lett, használják sok minden őstörténetben. Például van magyaros, a magyarokról is egy olyan nemzetségtáblázat, amely a Nimrodtól származza a magyarokat. Itt ezt azonnal szeretném száfolni, hogy ennek semmi valóságos történelmi alapja nincsen, ugyanis Nimrodnak nincsenek leszármazottjai Biblia alapján. Isten nem engedte meg, hogy a Nimrod olyan módon nemzetek atya legyen. De kétségkívül nagy legendája volt, és biztos, hogy a a névvándorlás során a Nimrodnak a mitosza elterjedt bizonyos kultúrákban, és valószínű, hogy a magyar roknál is ez történt, hogy a mitoszt átvették, de a magyarok semmiféleképpen nem Nimrodtól származnak, és nem Nimrod a magyaroknak az ősatja. Ez szinte százszázalékosan, kategórikusan, biblia alapján ki lehet mondani. Tehát ő egy lázadó volt Isten személyben, és is, Isten akarta elhomályosítani az ő tekintélyével, tehát személyi kultuszával az emberek előtt, hogy az emberek ne Isten megadják a tiszteletet, hanem a személyének. Ugye ő elkezdett városokat építeni, és arról olvasunk, hogy a királyságot kezdett, vagy birodalmat, kezdett kialakítani, vagy uralmat, az eredeti kifejezés mind a hármat jelenti, és ennek felsorolja, hogy az elsője, első volt a Bábel, amely Bábel, Erek, Akkád, Káné a Sinár földjén. Ugye a Sinár földje akkoriban nagyon termékeny volt, ezt a sikságot használták föl arra, hogy ott alapítsák meg a mai civilizációnknak a mondanám a bölcsőjét. És a fölről ment, aztán asszíria van. Na most a 11. versza az azért pontatlan az én meggyőződésem szerint és sokak meggyőződése szerint természetesen, mert itt asszíria nem volt még, ez tehát önmagában ellentéte, ellentétes. Asszíria később jelent meg az ókorban. Itt Assurról van szó, Assur pedig a sémnek az egyik e, második fia, és asszíroknak a névadó őse. Tehát nem az asszíriába ment el az eredeti szöveg szerint e, e, Nimrod, nem, nem is áll ezzel kapcsolatban rendelkezésre semmilyen, se az apokrifokból, se a Bibliából semmilyen ilyen információ, hanem Assur ment el a Sineár földjéről, és ő alapította Assur Ninivét, Rekobot és Kálát és hát utána látjuk, akár a Bibliában, de a történelemben is, hogy ez, ezek, ahogy például Ninive, a fővárosa lett, tehát így egyértelmű, hogy a 11. verszak nem Asszíriáról szól, hanem a Sémnek a második fiáról, Assurról szól, hogy az Assur levált Nimrodtól, és el külön civilizációt hozott létre, és később ugye Assur egy mítosz vált, a leszármazottai szinte istenként imádták, aztán azon is a háború istenével, vagy a harc is, de ez egy másik történet. Tehát a lényeg az, hogy elkezdődött a civilizációnak az alapítása, és itt jogos a kérdés, itt, ami engemet is sokáig foglalkoztatott, hogy a Nimrod miért tudott kiemelkedni, a kortársai közül, hogy létezik az, hogy ő ugye a harmadik generációt képviselte, Noé után Noénak a fia volt a Kus, a Kusnak a fia volt Nimrod, és mi az oka annak, hogy már a Noénak az unokája így áthágta a Noéval kötött szövetséget. A Biblia nem ad erre választ, de van rejtély a személyek körül. Én csak egy mitosz mondok el, ami nem biztos, hogy így történt. Állítólag Kus megtalálta az Ádámnak készített bőrruhát, amely természetfölötti tartalommal természetfölötti erőt hordozott, és ezt a kedvenc fiának adta át, és állítólag, tehát az apokri, egy bizonyos apokri források szerint ebből merítette a Nimrod a természetföldi erejét. Ezen kívül, ugye a babiloni vallásoknak, misztériumoknak a kialakulásával kapcsolatosan, Nimrodról ugye úgy beszélnek, és a feleségéről Semiramis persze, a, a sok történész vitatja, hogy, eh, hogy Semiramis, eh ennek hívták a Nimrodnak a feleségét, de ez egy nagyon régi hagyomány, hogy Szemiramisszal hozzák összefüggésbe, mert volt Asszír királynő is, eh, Semiramis, és ugye itt a Nimroddal kapcsolatosan hozzák összefüggve a függőhidakat, valamint a, 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 anya és a fia, is, eh, fia is, a anya istennek és a az imádását némelyek, ez egy mitosz. Nem lehet erre történelmi bizonyítékot találni, de egy biztos, hogy a Biblia a bálványimádást, az okultizmust, a Babilon eredetűnek mutatja be, mert a Babilon lett az Isten elleni lázadásnak és az Isten ellenes civilizációnak a jelképe. Tehát mindenféleképpen vannak itt a Nimrod személyek körül rejtélyek. És akkor ugye től köztudott, hogy bizonyos szabadkünves páholyban Nimrodnak a személye, az kultikus személy, és némelyek Nimroddal hozzák összefüggésben a, 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 a bizonyos a, a tevékenységét is. Ez csak érdekességképpen mondom el, de mindenféleképpen, tehát meghatározó, személye az őstörténetnek, és a mai napig is él a legendája, ez egyértelmű. Nézzük meg még egy-két érdekességet ebben a, 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 a családfában. 13-at is szeretném megmutatni, a 13. versszak és 14. verszakot, Ugye a mai közelketi konfliktus, pontosan Izrael és a palesztin konfliktussal kapcsolatosan, ami az Ószövetségben filiszteus-izraeli konfliktus volt, itt nagyon érdekes információt olvasunk a 13. és a 14. versszakban, a családfába. Én nagyon élvezem a családfáknak a, is a e, tanulmányozását. Sokan kihagyják a biblia olvasásban, de nem szabad kihagyni, illetve nem ajánlom, hogy kihagyják, mert nagyon érdekes dolgokat lehet felfedezni, és természetesen kiegészítő tanulmányokat keresni és tanulmányozni ezzel kapcsolatosan, a nemzetek kialakulásának a történetét. Tehát a Mitzraim, ami Egyiptom, ugye többes számba szerepel. Miért szerepel többes számba? Mert kétféle Egyiptom van, Felső Egyiptom és Alsó Egyiptom is nem úgy van, ahogy mi gondoljuk, hanem pont fordítva van, az Alsó Egyiptom van felül, a Felső Egyiptom van alul a mi nézetünkből. Nos, a Mitzraim, tehát nemzette, aki Kusnak a fia természetesen, Ludimot, Anámimot, Lehabimot, hogy ne folytassam tovább, de a 14. verszakban van az érdekes, Kaslukimot, ahonnan a filiszteusok származtak, tehát kiderül, hogy a filiszteusok Mitzraim származásúak, tehát nem Kánoán, hanem Kusita nép, Egyiptomtól származottak a filiszteusok, akik valóban Káftól vagy Krétától jöttek, a, pontosan nem tudják megmondani, de körülbelül az, az Exodus korában, Gázába, és ott telepettek le, és természetesen azon kívül is volt városuk, tehát csak itt ezt érdekességképpen emeltem ki de nézzük meg, ami számunkra nagyon fontos, nagyon döntő, a 24. és a 25. verszakot, amely Árpák Sát, ez egy sémnek a fia, nemzi Sélád vagy Szaládnak is mondják, Séla vagy Szalá, nemzi Hébert, hébernek két fia volt, az egyiknek neve Péleny, mivel ő idejében osztatott el a Föld és testvérének neve pedig jogtán. A péleg annyit jelent, hogy felosztás, tehát azt jelzi itt a név, hogy ebben az időben noé vezetésével, ezt szintén, nem csak hagyományból, hanem írott hagyományból tudjuk, hogy amikor elkezdődött nagyon-nagyon gyors szaporodás a vízözön után, és ugye a Földnek a felosztásával kapcsolatosan lett vita. Az egyik nagy probléma, ahogy Kánoán elfoglalta a Sémnek kijelölt területet, ez lett a Kánoán népeknek a nagy tragédiája, mert Isten a Noén keresztül és Sém, Jafert, illetve Kámmal együtt a utódok számára felosztotta a Földet. Olyan részletes leírás van, azt hiszem a Jubileumok könyvében, hogy hogyan történt, vagy a Jásár könyvében is, hogy hogyan történt a Földnek a felosztása, tehát a tehát kapták a sémi népek, attól délre a kusiták, de nem csak Afrika tartozik ide, hanem ö, ö, meg kell nézni az egyenli, a térke, a, tér, a leve tehát ö, India és ö, attól ö, ö, keletre eső területeket is, a, most Indiának a déli részéről beszélek. Az, a közel-keletnek az északi részét pedig a Jafet kapta, tehát Európa, Ázsia, ö, beletartozik ebbe, és a legnagyobb kiterjedése a, a jefet népeknek lett, és erre utal a Pélek kifejezés, hogy ekkor történt. Itt van egy, még egy rejtét, de ezt majd később, a Ábrahámnak a Úr való kivonulására foglalkozunk. Foglalkozok részletesebben, hogy Árpáksárnak nem Séla volt a fia, hanem, csak, hanem az unokája. Hogy miért maradt ki egy ember a családfából, ez megint egy nagyon izgalmas kérdés. Ez az embernek a neve szerepel a Lukács Evangélium családfájába, de erre erre majd később szeretnék visszatérni. De rendkívül izgalmas, a civilizáció története szempontjából kérdé, izgalmas kérdést vetnek fel, ezek a nagyon fontos nevek, hogy miért van kihagyva itt is, meg a Krónikák könyvében ugye szerepel ugyanez a nemzetség táblázata, ott is ki van hagyva az Árpáksádnak a fia, és az unoka szerepel Séla, illetve Szala. Most térjünk rá a 11. verszakra, 11. a 11. fejezetre, pardon, a Bábelnek az építésére. Következőt olvasuk itt, ami szintén a, a, ugye közkincs a civilizáció őstörténetének, hogy mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. S lőn, mikor kelet felől elindultak Sineár földjén, egy síkságot találának is ott letelepedének. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, égessük jól ki. Lőn nekik a téglakő gyanánt, szurok pedig ragasztó gyanánt, és mondának, gyertek, építsünk magunknak város tornyot, amelynek a teteje az eget érje, és szerezünk magunknak nevet, hogy el ne az egész föld Az úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és tornyot, amelyet építenének vala az emberek fiai. És mond az úr, e nép egy, és az egésznek egy a nyelve. Munkájának ez a kezdete, és bizony, semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nos, szálljunk alá, zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszéleszté őket onnan az úr az egész föld színére, és megszűnének építeni a várost, és nevezék annak a nevét Bábelnak, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztél el őket az Úr az egész föld színére. Tehát eddig olvasnám föl, de még talán, igen, eddig elég talán, ma utána is nagyon érdekes dolgok következnek, de majd később foglalkozunk a sém családfájával. Tehát itt egyértelműen, ugyanitt nem szerepel, de az előző tizedik verszak, fejezetben, ezért fontos minden verszakra odafigyelni, és semmiféle pont nem felesleges a Bibliában, tehát az, hogy Nimrod a Bábelt építette, és egyértelmű, ugyan itt nem szerepel Nimrod, de ezt az építkezést egyértelműen Nimrod vezette. Tehát körülbelül eddig tartott az ős globalizmus. Ugyanis itt emeli ki az ige, hogy egy nyelvük volt, egy beszédük volt, egy kultúrájuk volt, nem voltak nemzetek, nem voltak megosztva a, a, a nemzetek, nem voltak határok. Ugye ez a régi ide ezt az állapotot idealizálják és szeretnék, különösen a mai korban a nemzeteket, a nemzeti identitást formálisá tenni, határokat eltüntetni és egybe olvasztani a nemzeteket, hogy csak egy nemzet legyen az emberiség. Ez volt tehát, ez nem új dolog, nincs, ahogy Salamon mondja, nincs új a nap alatt, ez már megvolt Nimrodnak a korában, ez nyilvánvalóan öröklődött Ádám óta, és nézzük meg, hogy mi lett ennek az összefüggés, egységes világnak a eredménye, hogy ugye olvastuk, hogy a, a Noéval kötött szövetségben Isten azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Vagyis mit mondott Isten az embernek, hogy, széllyed, hogy menjetek széjjel, tessék birtokba venni a földet. Ehelyett milyen programot találtak ki az emberek, egy lázadáson alapuló programot, nem akartak szétszéledni, egyértelműen a negyedik verszak tartalmazza, hogy ne széledjünk széjjel az egész föld színén, és építsünk egy olyan tornyot, és szerezünk maguknak a te nevet. Tehát ez a három fontos alapvető programja volt ennek a lázadásnak, hogy tehát egy nagy giga városba összpontosítani, koncentrálni az emberiséget, és itt megteremteni az emberiség számára a jólétet. Ugye a legenda szerint az állatok is elszaporodtak, és ugye létrejött az állatvilág és az ember közötti ellenséges viszony, és, és arra is utal ez a legenda, hogy a, a, a Nimrod nagyon sikeresen védelmezte az emberiséget a vadállatoknak a pusztításától, és ezért ajánlott nekik egy olyan várost, amelyet nagy, magas pallal vesz körül, hogy az állatoknak a pusztításával szemben embereknek védelmet adjon. Ez is szerepel. De nem ez volt az Istennek a, Istennek a célja, hanem a szétszoratás. Tehát egyértelmű, és itt a szövegekből is le, lehet látni, hogy itt már egy olyan ismeretnek a birtokába voltak, amit nagyon nehéz megmagyarázni, hogy honnét származik ez az ismeret, mert kiderül, hogy elindult a városnak az építése, és nagyon sikeresek voltak az építésében, mert Isten megnézte ezt az építést, és ugye ezt a lépcsőzetes templom torony, toronyról van szó, amit Zikurátnak is nevezünk, tehát ezt elkezdték építeni, és, és, hogy, és ezzel kapcsolatosan sok olyan hagyomány maradt fenn, amit azt gondolom, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az egyik hagyomány, hogy féltek az emberek, hogy újra vízazon fog ö, ö, kitörni, vagy Isten vízazonnál fog büntetni, és úgy gondolták, hogy egy ilyen magas torony fogja a túlélésüket biztosítani. Van olyan hagyomány is, hogy akár az égbe akartak felmenni, és a toronynak a tetején idegen Istent imádni és lelőni, az igazi Istent, aki a vízözönt adta lenyilazni, tehát ilyen hagyományok fönnmaradtak, tehát sokféle hagyomány fönnmaradt, és még egy dolgot hadd mondjak, hogy annyira nagy desbe tartották a téglát, hogyha az építkezés közben a toronyból leesett egy ember, a a semmilyen ügyet nem csináltak abból, de ha egy tégla esett le, a téglát meggyászolták. Tehát itt ez megint arra utal ez a legenda, hogy az emberi műt fetisizálták, amit az emberi kéz alakult ki, de az emberi életnek már eh, itt nem volt akkora értéke, mint amit Isten meghatározott. Tehát a lényeg az, hogy ez egy lázadás volt. Ők eredetileg ezt a várost Isten kapujának nevezték el, Bab Ilú, ez egy akkád név, és ezt a nevet változtatta Isten meg, Héber, Bábel, a zűrzavar, tehát hogy megosztotta a nyelvet, egy nyelvüket, és kialakultak a nemzeteknek a nyelvei, tehát ebből azt lehet látni, hogy a ne ahogy szokták mondani Magyarországon is, hogy a nemzet a nyelvében él, nagyon nagy igazság van benne, mert egyértelműen lehet látni, hogy ez az, ami elindította a családoknak a szédválását, és elindult a nemzeté válásnak a bonyolult folyamata, ami azt jelenti, hogy nem minden családból lett természetesen nemzet, hanem pontosan a tizedik fejezetben találhatóak azok az atyák, akiknek a leszármazottaiból nemzet lét, jött létre. Nimrod tehát nem tartozik ezek közé, tehát ezért ezt a, azóta is zűrzavarnak nevezzük, Ez önmegváltásnak is, a, a, ként is példaképpen nevezzük, hogy semmiféleképpen nem helyes, hogy az emberek az Isten ellen lázadnak, és egy olyan kulturált civilizációt hoznak létre, amelynek deklarált célja az Isten jelenlétének a kizárása, és Isten elleni lázadásnak az intézményesítése. Ezt a kultúrát ítélte meg Bábel, és ez a Bábel azóta is mementó, és azóta is a Bábel mint egy előkép, szerepel az utolsó ennek a korszaknak, most napjainkban kialakuló civilizációnak a bibliai spirituális neveként. Ezért a jelenések könyvében újra találkozunk a 17. és a 18. fejezetben ezzel a névvel, mert a mikorunkban hasonló kulturális és, és építkezés, civilizáció építkezésre kerül sor, ami szintén a korszak végén az emberiséget egy hatalmas nagy zűrzavarba, káoszba fogja e, e, taszítani, e, és aminek e, a súlyos következményei lesznek. A Bábel tornyának az építése és ennek a úgymond Istentől e, e, jövő bevatkozása azt jelzi, hogy az emberi uralom eltorzult, a emberek a hatalmukat Isten ellen használják, és nem az embertársaik, életének a védelmére és nem Isten tiszteletre. És azóta is ez a világi szekuláris civilizációnak alaptétele maradt. Viszontlátásra folytatni fogom a bibliai történeteknek, a szövetségeknek az elemzését.